A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit, augusztus 22-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először összeállítást láthatnak a Szent István Művelődési Házban megrendezett kravátli kiállításról, majd megtekintünk egy kiállítást, ellátogatunk Ferenczi György és az első pesti rackák koncertjére, amely a királyi napok keretében zajlott, végül pedig az Alba Régia Táncegyüttes Pulutyka csoportjával búcsúzunk. Tartsanak velünk! A Szent István Művelődési Házban különleges tárlat fókuszában egy olyan dekoratív célból viselt ruhadarab állt, amely főként a férfiak öltözködésének kultúrtörténetéhez kapcsolódik. A Férfiak Kéke, a Kravátli című kiállítást a Krajcáros Alapítvány közösen szervezte a Szent István Művelődési Házzal. A rendhagyó kiállításon több mint 500 nyakkendőt láthatnak az érdeklődők a szlovákiai Homonán élő Anna Simkulicsová gyűjteményéből. A kollekció magyar és fehérvári vonatkozású bővítésébe, a kiállítás szervezésébe bekapcsolódott a Krajcáros Alapítvány is, elnökének Német Istvánnak köszönhetően. A nagyrészt neves személyiségektől származó színészek, zenészek, politikusok, diplomaták, írók, művészek, sportolók jelenleg 2000 darabból álló gyűjteményt több felvidéki városban, Kassán, Homonnán és Királyhelmecen is láthatták az érdeklődők. Tervük, hogy a fehérvári nyakkendőtárlatot más városokba is elviszik. Anna Simkulicsová újságíró hölgy Homonnán él, és már sok-sok éve elkezdte ezt a kravátli gyűjtést, és hát nekünk ő más tevékenységeink során is egy nagyon kedves partnerünk a hadisírgondozás partnerség során, és hát nekem megtetszett ez az ötlet, és úgy gondoltuk, hogy az előzmény kiállítások, amiket ő már Kassán, Homonnán, Miskolcon, Királyhelmeszen rendeztek, sikeresek voltak, hogy próbáljuk meg akkor itt Székesfehérváron is, annál is inkább, mert hát én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kuriózumnak számító tárlat lesz, és hát a mi tárlatunknak a lényegiségéhez tartozik, hogy nem a nyakkendők mennyisége, sokasága a lényeg, hanem az a sok-sok ember, jeles ember, személyiség, aki ezeket valamilyen módon adományozta, és úgy ítélte meg, hogy egy kicsit ebben a mai nehéz világunkban, változó, rohanó világunkban, Homo Ludensként egy kicsit kedvet kapott ahhoz, hogy részese legyen egy ilyen feladatnak. Ugye látjuk, hogy nagyon sok székesfehérvári közszereplő csatlakozott ehhez a felhíváshoz, hogy sikerült megszólítani őket. Egyenként. Hát úgy, ahogy téged szerkesztő úr is utolértünk, elértünk, az ismeretségi körünkből kértünk föl embereket, valamilyen jeles, általunk jelesnek ítélt személyiséget, polgármester úrtól kezdve sok más olyan általunk fontosnak ítélt embert, meg intézményeket is, mert itt vannak azért az helybéli iskoláknak az egyen nyakkendői, és így hát közel 50 fővel gyarapodott most ez a kollekció a mostani kiállítás kapcsán.
Az ötletgazda Anna Simkulicsová, újságíró képzőművész, akivel a kulturális esemény megvalósításában közreműködött a horvát nemzetiségi önkormányzat is, elmondta, a sokaknak talán különösen hangzó kravátli nem más, mint a férfiak egyik legválasztékosabb ruhadarabjának története horvát szomszédjainktól ered, majd viselete elterjedt az egész világon. Eredetileg ez egy ajándék volt az apák napja alkalmából. Azóta azt hiszem, hogy már 16 éve eltelt, és évente érdeklődés volt iránta, és ez a számomra nagy öröm volt, mert ez a gyűjtemény az én számomra egy misszió az európai kultúra, öltözködési kultúra megörökítésére, vagy megtartására, mert sajnos az utóbbi időben ez úgy lassan elavul, és egyre kevesebben érzik úgy, hogy a nyakkendő az egy ünnep. Az egy kultúra, egy művészi darab, és azt hiszem, hogy megérdemli, hogy figyelmet szenteljünk ennek, és ne hagyjuk elveszni ezt a kultúránk nagyon értékes részét. Tudatos volt a megszólítottak köre, vagy pedig a felhívásra egyre többen jelentkeztek? Eleinte úgy volt, hogy egy pár embert megszólítottam, mivel az Szlovákia első államfője a mi régiónkból származott, és ez volt az első kérésem iránta, és ő ezt így jónak látta, támogatta, és megajándékozott egy nyakkendővel, amit az első vatikáni látogatása alkalmából viselt. Ez a számomra egy nagy bátorítás volt, és aztán már így lassan tágultak a megszólított emberek, és minél tovább ment ez a tudatos prezentáció, annál több ember csatlakozott hozzá. Ennek nagyon örültem. A kollekcióba az államfők közül bekerült Mihály Kovács, a Szlovák Köztársaság első elnöke, majd Andrej Kriska, Zsuzsanna Kaputova miniszterelnökök és Václav Klaus, a Cseh Köztársaság második elnöke is megajándékozta a gyűjteményt, ahogy a magyar köztársasági elnökök, Göncz Árpád és Sólyom László egy-egy nyakkendője is. A tárlaton megtekinthetjük többek között Hauman Péter színművész, Farkas Bertalan űrhajós, valamint fehérvári közéleti személyiségek Cserpakovics András polgármester, Borsics László vezérezredes, Fanándor Tíber László volt válogatott labdarúgó, és Tolcsvai Béla nyakkendőjét is. Az öltözködési kultúra iránt érdeklődőket augusztus végéig várja a kiállítás a Szent István Művelődési Házban. Szintén a Szent István Művelődési Ház adott otthont a székesfehérvári B4 csoport kiállításának. A tárlat szeptember 4-ig tekinthető meg a Művelődési Ház nyitvatartási idejében. A Szent István Művelődési Házban nyílt meg a B4 csoport képzőművészeti kiállítása. A tárlaton 5 kivételes tehetségű alkotó műveit tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállító művészek Csizmadia István, Homolya Gábor, Pékeszter Anna, Revák István és Györfi Sándor. Mi bábolnai művésztelepről alakultunk meg, és eddig 4 voltunk. Győrbe állítottunk ki 2-szer, akkor Szászhalombattán és most Fehérváron, de most bővült a taglétszámunk, tehát 5 lettünk. És ez miatt van a 4B plusz 5G. Revák István rendhagyó tárlatvezetésével bepillantást nyerhetünk a művészek indítatásába, hiszen ez határozza meg azt az alkotói attitűdöt, amely a kivételes művek megszületését eredményezheti. Az 5G az úgy lett feltagolva, hogy a Hanvas Bélának az 5 géniusza című írását vettem alapul, hogy mi vajon ebbe a mai világban hogyan látjuk, hogyan tudjuk ezt a géniuszi jegyeket, ami azt jelenti, hogy táj, egység, szellem, természet. Tehát a Hanvas felvázolt, hogy Magyarország Európán belül a legnagyobb geniális helyekkel rendelkezik, tehát mi itt van 5. Van délnyugat, nyugat, észak,
Alföld és Erdély. És mindegyiknek megvan a maga sajátossága. Na most Pék Eszter a délnyugat géniuszához tartozik, szerintem, ami azt jelenti, hogy Fehérváron született. Fehérvár három géniuszi jeggyel rendelkezik, délnyugat, nyugat és alföld. Az alföld az nem azt jelenti, mint a térképen az alföld, hogy itt a Dunáig tart, és utána van Pannonia Dunántúl, meg stb. Nem. Az alföldi géniusz hanvas szerint lehúzódik a Balatonig, tehát odáig tart, ugyanakkor a délnyugat géniusza felsugározódik egész Tokajig, mint a borvidék, tehát a bornak az a különleges íze, zamata, ereje, ami csak a magyar tájra jellemző, itt egész Európában, az egész Tokajig tart. Na most Eszter a Balaton festője. Tehát tulajdonképpen ő természetelvű képeket fest. Tehát a délnyugat géniusza az a görögségnek és a, ugye, a római provinciának az öröksége, mint ahogy Fehérvárnak is a római provincia egyik városa volt. És ebből kifolyólag ő a természet tanulmányozása olyan fokát érte el, hogy magát keresi, és a maga kivetülése a természetbe, tehát ez a legfontosabb dolog, amit az ő képére jellemzi. Csizmadia István, ő is művésztanár, mint Pék Eszter, tehát mind a kettő művésztanár. Ő győri szellemi kincsen rendelkezik, nyugati és északi, de főleg északi géniuszhoz tartozik. Az északi géniusznak a jegyei az olyan, mint a Márai Sándornak a kassai őrjárata. Tehát, hogy ugye jön nyugatról, és akkor na most ő hazamegy, és akkor ahogy zakatol a vonat, és akkor egyre ismét a Petőfinek azt a sorait, hogy még nyílnak a völgyben a kerti virágok. És akkor ez egy gyönyörű jele ennek az északi géniusznak. Na most ugye nagy festőnk Csontváry Kosta Tivadar, ugye Igló, Munkács, aztán Szeben, meg stb. Tehát ő is ennek a jegynek a nagyszülöttje, tehát megfestette a nagy tarpatakot. Tehát Pista például képes egy nagy tarpataki kavicsra is alkotni, tehát olyan kvalitása van, tehát mindenre képes alkotni. Ő tulajdonképpen informel művész. Tehát az informel az azt jelenti, hogy formátlan és szabálytalan, és nem lehet a festészetét határt találni, még a plasztikáiba is, tehát a térplasztikáiba is, tulajdonképpen a festékek, mint valami zárványok vannak benne, tehát tulajdonképpen az szab határt neki, hogy hogyan tud bele égni ebbe a térplasztikába a maga a festék. De hát ez a Pistának a érdekessége, tehát különleges dolgokat képes csinálni. Homolya Gábor az erdélyi géniuszhoz soroltam, ami azt jelenti, hogy ugyanakkor van neki északi kapcsolata is, de erdélyi különösen, érdi születésű, tehát ő ért Budapest egyik legjelentősebb művésze, mondhatni, és rendkívül kreatív. Tehát ő tulajdonképpen az összes olyan vizuális anyagot, amit fel lehet lelni és értelmezni lehet, meg értékes számára, azt mind össze tudja gyűjteni, és valami olyan szövetet tud kialakítani, mint például az itt látható Csontváry parafrázis, ugye, hogy a billentyűzet, meg a Csontváry kép, meg több ilyen kis apró nüanszok, ha az ember nagyon megnézi, ez olyan, mint amikor írógép
találkozása a boncasztalon a Csontvár képével, tehát hogyha visszamegyünk ebbe a szürrealizmusba. Természetesen ez miatt ugye van szürreális kötődés, például Boris Viannak a különleges időmágiája. Akkor James Joyce-nak a szómágiája, az idő szinte megdermett dermedtsége, tehát hogy egyetlen időbe történik meg minden, és rendkívül oda kell figyelni, hogy mi az az apró nüansz, ami tulajdonképpen megváltoztatja azt a valamit, amit ott látunk előtte, és hogy kerülnek ezek újra összefüggésbe. Nagyon érdekes a Szantécskai prékisztusa, amit egy ilyen művésztelepen talált egy ilyen plélavort, és akkor azt kezdte el szabdalni, kalapálni, stb., és rendkívül különleges érzékeny felületet hozott létre benne, és érdekes még a Szent István tövis koronája, amivel díjat is nyert Esztergomba. A másik teremben ott van Györfi Sanyikám. Tehát ő egy a nyugati géniusznak a képviselője, ami azt jelenti, mint Széchenyi István, hogy mindenképpen a szellemiségre törekszik, kultivált, tehát nem anyagi problémák hajtják, hanem például az, hogy Van Gogh miért festett szalmaszéket. Például az, hogy az ő saját identitását, az, hogy hogyan foglal helyet egy társadalomban, azt ő megjeleníti. Aranymetszés szerint úgy osztotta fel a felületet, hogy van egy olyan világ, ami értelmezhető, ami geometrikus. Ezt úgy hívják a festészetben, hogy a festészet titkos geometriája. Tehát ez, és a másik része, ez pedig üres. Valami üres mozgások, ilyen érzékenyített felületek. Tehát tulajdonképpen a geometriát tovább tudjuk gondolni ebbe az üres részbe, hogy hogyan alakulhatna, hogyha abba az irányba fordulna, és akkor ez az érzékenységet így hozzá tudjuk gondolni. Tehát egy nagyon érdekes, szép színvilágú művészetet hozott ő ide. Korábbi képeimet hoztam ide, az, amelyik 2012-17 meg ilyen ide, és a legújabbakat, tehát 2023-as képet, hármat. Tulajdonképpen nekem itt most 7 képen van kiállítva, hát ennyi fért ki. És ezek viszonylag nagyméretű képek. Az első, a korai gondolatrendszerem az mindig ilyen metafizikus volt, tehát azzal foglalkozott, hogy mi a helyünk a világ hagyományában. A mai modernek pedig a Molnár Sándornak, a festő jógájának a tovább gondolása, és annak is a kristály műveletének a kidolgozása, az alföldi géniusz jegyébe, mert én ott születtem Hernádon, a Magyarországnak a közepén, tehát az alföld géniusznak a közepén születtem, tehát hernádi születés vagy, és mindenféle problematikájával, amit egy ilyen alföldi géniusz jegy, vízhiány, stb. Kiszáradás, pusztulás, és ugyanakkor megpróbál mégis valahogy kikecmregni ebből a sok problémából, amiben belekerült. A kiállítás megtekinthető szeptember 16-áig, hétfőtől péntekig 9-től 18, szombaton 9-től 12 óráig a Szent István Művelődési Házban. A Királynapok keretében, a Király Folk Fesztivál keretében Ferenczi György és az első pesti Rackák volt a táncház vendége. A népszerű csapat a Petőfi emlékévre készült dalaival varázsolt el a közönséget. A Királyi Napok Folk Fesztivál első estéjén Ferenczi György és az első pesti Rackák volt a táncház vendége.
Koncertjükön a Petőfi Emlékév keretében a bicentenárium tiszteletére ismét egy különleges estével gazdagodhatott a közönség. Műsorukban megtapasztalhattuk, miként olvadhat össze, válhat egységes egészé a magyar kultúra és a rock'n'roll forradalom szeretete, miként fér össze egy kalotaszegi hajnali Petőfi Sándor és Géresz Attila verseivel épp úgy, mint Jimi Hendrix zenéjével. Nincs mögött koncepció, olyan Petőfit lehet nálunk megismerni, ahogy mi gondoljuk, hogy milyen Petőfi nekünk. Tehát, én az életét azért nem is tanultam meg egyáltalán, nem is. Én azt szeretném, hogy a versei hassanak rám úgy, hogy én azt el akarjam muzsikálni. És idáig ez működik már 17-18 éve, nem is akarok ezen változtatni. Én rám milyen hatással van a költő, hogy én egész egyszerűen muzsikálni szeretném a verseit. És általában a költészet, hiszen most is azért kortárs verseket is megzenésítettetek. Ez miként kapcsolódik az évfordulóhoz? Egyáltalán hogy kerül ebbe a műsorba? Hát Petőfi nem csak arra a korra hatott, amiben élt, hanem a mai napig hat az irodalomra, ugyanúgy, mint Arany János vagy Jókai is, és nekem ők, ez a Szent Háromság, hogy Arany, Jókai, Petőfi, és érdemes megnézni, hogy hogy gondolkodnak a füveskerti költők Petőfiről, milyen hatása van az 56-os költészetre, milyen hatása van a nyugatra, kiből milyen reakciókat vált ki. Ezeket a versekből lehet sokszor érezni, és én szeretem ezeket a verseket bevonni a műsorba, hogy így, amelyik így melberúg, azt ugye akkor arra megérjük a zenét, és így bekerül a műsorba. Ez vonatkozik egyébként a kortársra is? Abszolút. Hogyne? Hát hogyne? Hát én nem is hat Petőfi, akkor egy kortárs íróra, egy kortárs költőre hogyne hatna? Egy-egy ilyen koncert, bizonyos vagyok benne, hogy megerősítést jelent, hiszen olvastam róluk, hogy ez egy csoda így ebben az értelemben. Viszont a hogyan továbbról gondolkodsz, tehát az ilyen műsorok segítenek-e abban, hogy a fiatalok egy kicsit elmélyüljenek a költészetben? Hát azt nem tudom, viszont szeretik. Szeretik, mert ez egy rock and roll banda, és Petőfi az ilyen. Petőfi az ilyen, szeretik tőlünk, szeretik hallgatni Petőfi Sándort. A legnagyobb karrier az életemben, hogy vannak emberek, akik miattam kezdtek el Petőfit olvasni. Ennél nagyobb dolgot szerintem az életben nem is fogok tudni csinálni, úgyhogy nem is akarom ezt überelni. Úgyhogy az biztos, hogy most jövőre, hogy vége az emlékévnek, full új műsort fogunk csinálni ismétlés nélkül. Vadonatújat, egy kicsit el tudjuk ezt engedni. Ugyan. Saját anyanyelvünk az ritmusban van. A magyar nyelvnek kizárólag ritmusban lehet beszélni, mert bármilyen értelmes magyar szóval egy másik. Random magyar szó után az úgyis ritmusban lesz. Az előbb bemutam a hókót, eszembe jutott gyerekkorunk, fiatal. Kívül belül leselkedő halál elől, mint lukban megriadt egérke. Az asszonyhoz úgy menekülsz, hogy óvjon karja fölött érte. A műsorból gyorsan kiderült, hogy alapvetően fúziós zenéjükben fontos szerepet tölt be a magyar népzene, a rhythm blues, a funky, a reggae, a hip-hop és a groove elemek mellett. Rendkívül energikus produkciójuk mosolya bearanyozza a velük töltött tartalmas információban és humorban gazdag estét. Ha rövid időre is, de elbúcsúzott a néptánc barát közönségtől az Alba Régia táncegyüttes Pulutyka csoportja. A csoport többsége a sikeres érettségi után egyetemeken folytatja tanulmányait, a néptáncot pedig várhatóan az Alba Régia táncegyüttes felnőtt csapatában folytatják. Az
Paregi Alapfokú Művészeti Iskola Pulutyka csoportja mérföldkőhöz érkezett. Folyamatos fejlődésük záloga meg annyi sikeres előadás, amelynek egyik eredménye, hogy 2015-ben a Duna Televízió felszállott a Páva című népművészeti vetélkedőjében, a döntőig jutottak és nyerték el a legsokoltalú táncegyüttes díjat. Azóta is öregbítik az Alba Régia táncműhely, vele együtt Székesfehérvár jó hírét, miközben maguk is vele együtt értek tovább. Most azonban eljött az idő, hogy a Pulutykából az Alba Régia táncegyüttes felnőtt tánckarának tagjaivá váljanak. Nem búcsúznak ők, igazából csak a nevüktől búcsúznak, mert itt vannak lassan már tényleg felnőttként, 18 évesek elmúltak, és elég furcsa, amikor kiabálunk fel az öltözőbe, hogy Pulutyka, gyertek le. Tehát, hogy itt igazából ők most már az ifjúsági korosztályból lassan átlépnek a felnőtt korosztályba, felnőtt együttes munkájába fognak ők részt venni. Igazából ez semmitől nem búcsúzás, inkább csak egy korszakot zárunk le, és azt gondolom, hogy olyan sok minden történt velük, elkezdve a Pávától, nagyon sok megméretítésen, műsoron keresztül, hogy van annyi mindenünk, amit érdemes bemutatni, és igazából ez egy korszaknak csak a lezárása lesz. Egy kivételes csapat nyilvánvaló, hiszen náluk, ahogy már nagyon sokan tapasztalhatták, a tehetség és a szorgalom kézenfogva jár. Igen, vannak ilyen időszakok, vannak ilyen generációk, amikor megjelennek. Többször is volt már ilyen berészünk, hála Istennek, hogy ilyen ifjúsági csoportunk volt, aki azóta is fennmaradt, akár a barátság, akár össze tudunk jönni egy 20 éves évforduló után is. Tehát, hogy vannak ilyen korszakok, akikből kikerülnek ilyen erős csapatok, ők is ilyenek voltak, igen. File Zsombor 4 évesen már táncházba, gyermekjátszóba járt, majd a szülei gondoskodó szeretete az Alba Régia tánc együttesbe vitte, hogy aztán az utánpótlás csoportokban bizonyítsa el kötelezettségét és tehetségét. Elképzelni ezt így nem tudtuk teljesen 100%-ban, hogy ez ilyen szintre fog sikerülni. Ez igazából egy ilyen megemlékezési táncprodukció, és hát nem megemlékezési, ilyen névbúcsúztató. Mi ezt egyáltalán nem negatív dologként fogjuk föl, hanem egy ilyen ünnepélyes koreográfiának és egy műsornak. Hogyan tovább? Hát ugye idén érettségiztünk nagyon sokan, és hála Istennek a csoport nagy része Pest és környékére megy tovább egyetemre. Kevesen vannak, akik Pécs vagy Szegedre például, úgyhogy a csoport, mondhatom, 75-80%-a marad egybe. És akkor, ha van rá majd lehetőségünk, akkor az együttesbe felkerülünk. Mondhatjuk veled együtt, hogy elhatározásotok, hogy a felnőtt csoportban is ugyanazt a sikerszériát folytatjátok, amit eddig? Természetesen ugye mindenkinek egy ilyen nagy álma válna valóra, és éppen válik valóra ezzel az egész műsorral, és azzal, hogy felkerülünk egyszer az együttesbe. Töreki Almira nem csak tehetséges táncos, de egyben, ahogy társai is, varázslatos személyiség. És ahogy megtapasztaltuk, a tehetség és a szorgalom náluk is kézenfogva jár, így természetes, hogy az együttes immár felnőttként visszavárja. Igazából nem búcsúnak fogjuk fel, meg nagyon reménykedünk abban, hogy megmarad ez a csoport. Hát érzelmekkel teli ezt megélni. Azért tényleg ez egy hosszú idő, amit így átéltünk együtt. De boldogsággal lehet erre visszatekinteni. Bíztok abban, hogy tovább folytatódik a pályafutásotok itt az Alba Régia táncegyüttes keretében? Persze, nagyon bízunk ebben. És tényleg az, hogy abban is bízunk, hogy tudjuk egymással tartani a kapcsolatot, barátként, meg akár így csoportként is. Megerősítést jelentett, hogy a városvezetés is úgy gondolja, hogy tiétek a jövő? Igen, és ez igazából szerintem egy nagy erőt is tudott nekünk így adni. Az érzelemdús előadás ismételten bizonyította, megértek arra, hogy a jövőben immáron a felnőtt együttes tagjaként vigyék tovább a táncegyüttes Idestova 7 évtizedes jó hírét.
Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.